Hello. Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a Ruhabolt Szimulátor következő epizódjában. Itt egy picit már előre dolgoztam, feltöltöttem a polcokat, vagyis hát igazándiból itt a fogasokat, a ruhafogasokat ruhákkal, úgyhogy minden fullon van, megnyithatjuk a boltot a mai napon, és már pörög is az idő. Ugye a múltkor ott hagytuk abba, hogy itt már egy pár újdonságot lehetne vásárolni, van is számlánk, amit be kéne fizetni, de azt most nem nagyon szeretném. Ugye van már ilyen mannequinünk, vagy ez a mannequinünk, ugye férfi és női, meg ezek a ilyen polcok, amit még egyelőre nem fogok megrendelni, de majd meg fogunk rendelni, mert sokkal jobb azokon tárolni a ruhákat, mint a földön. Már csak magunk miatt is, meg egyébként is. Például be lehet ide majd rakni középre az ajtóval szembe, hogyha valaki bejön, és akkor két oldalára rakunk egy-egy ilyen mannequint, vagy mannequint, egy ilyen ugye, amire ezért szokták rakni, ugye ruhákat így fölpakolják rá. Bár én még mindig csak ilyen dizájnnak gondolom ezt a dolgot, mert nem hiszem, hogy túl sok haszna lesz, ráadásul pluszban egy ruha rajta fog lógni nekünk, és addig sem tudunk ugye pénzt keresni vele. Nagyon jó a lója, az viszont jön befele. Közben pedig ugye itt a földön lévő ruhákat el lehet kezdeni feltöltögetni, mert itt ugye egy párat már levettek, ebből nincsen, ebből topból van, de még nem biztos, hogy megveszik. Fú, a pullover az nagyon lefogyott, sőt, igazándiból el is fogyott. Annak örülök, mert gyakorlatilag pénzt keresünk vele. Farmerből még van, egyedül ezt a piros flanelinget nem rendeltem, mert úgy gondoltam, hogy egyelőre bőven elég lesz. Jó van, nem kell. Igazság szerint nap végén is elég visszahordani a ruhát szerintem. Na nézzük. Egy ruha? Jó. Öt! Úristen! Nagyon jól haladunk, gyerekek. Azt a betyár, micsoda bevételek, lassan ruhát kell majd rendelni. Jó. Szerintem meg is rendelhetjük a dolgokat. Biztos, hogy kell rendelni szürke és piros pulóvert. Tehát ebből egy adag, ebből is egy adag, és megnézem a többit is, mert igazándiból szoknyából is lehet még rendelni, meg ebből a lilás valamiből. Így meg szoknya, oké. Okay. Igazándiból még ugye nem tudunk brendeket vásárolni, majd ötös szinten egyébként sokára meg lesz. Na, és akkor legyen még egy férfi, egy ilyen polcrendszer, meg egy ilyen is. Sőt, még ilyen puffot is tudunk venni, meg virágot, de az egyelőre nem annyira kell nekünk. És akkor bye. Jó, köszönjük szépen. Közben egy kis pénzt csinálunk. Jó sok mindent vettek ezek. Na, először is a bútorok. Nem tudom, hogy melyik micsoda. Rá van írva vajon? International Delivery. Nem. Ja, de ott van rajta egy kép, tehát ez lesz a bútor. Oké. Okay. Open box. De akkor ez viszont ilyen fal... Hát nem. Na, ide rakjuk középre, jó? Tehát, hogy valaki bejön, és akkor innen is lehet majd... Akkor valamit lehet majd venni. És akkor két oldalára pedig ez a férfi. Így errefele nézzenek. Merre nézzenek velünk? Nem, így kicsit oldalra. Ez a férfi lesz, és ez pedig a női. Ugye ő pedig akkor a másik irányba, tehát ugye így, várjuk, hogy áll egyenesen. Hát na most ezt döntsd el, hogy akkor most hogy az egyenes. Így az egyenes, jó? Tehát egy picit így erre fele fog nézni, hogy inkább így kicsit jobban. Jó, tehát megvan a két kis ruhatárolónk. Jó, őt még kiszolgáljuk. Egyébként nagyon szépen jön a lóvé, meg a szint is. Valamit nem talált a kedves vevő, de hát most nem tudok mit csinálni, mindent. Mindent nem tudunk árulni. Na, akkor szoknyák. És egyébként vége is a napnak, tehát igazándiból bezárhatunk. Egyébként én ezt akkor egy picit rosszul gondoltam, mert én úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen tároló egységnek jó lesz, de akkor
nem tárolóegységnek lesz jó, hanem majd oda is rakhatunk ruhákat. Nem tudom egyébként, hogy onnan mennyivel jobb lesz nekik felszedni, de majd meglátjuk. Valami raktár egyébként biztos lesz, mert ennyi fajta ruhát itt a földön tárolgatni szerintem az nagyon hülyén néz neki, úgyhogy... Oké. És akkor... Itt is van még a piros pulcsi. Ezt ki is rakhatjuk egyébként. Igen, és én nem rendeltem farmer, de... És lassan lefogy. Most már nem is fogok. Na és akkor nézzük meg, hogy ezt például kirakhatjuk. Szoknya nem kell, viszont ez fogyott, mint az állat. Jó, és akkor nézzük meg, hogy semmit nem hagytak itt, mindent megvettek. Atya, úr, Isten, jó. Köszönjük szépen. Jó, nyomhatjuk a N betűt a következő naphoz, úgyhogy meg is lesz szerintem az ötös szint. Ötödik nap. Kettő terméket nem találtak, viszont 14 meg elégedett volt, és jó sokat eladtunk, úgyhogy kerestünk egy rakáspénzt. Na, szerintem nyissuk is meg a boltot. Egyelőre nem rendelek árut, viszont a számlákat be kell fizetni, mert most már telik az idő. Igen, itt is meg vagyunk, jó. És akkor ugye, hát dolgozót nem lehet még fölvenni, majd 15-ös szinttől. Raktárkészletünk az ugye itt van. Store Manager. Ó, már lehet venni területet! Shop Area, Warehouse Area. Azt 6-os szinttől lehet majd, akkor az viszont nem, egyre nem akarom át. Shopping Bag, az is van. Na, szóval igazándiból nem akarok még semmi komolyat átrendezni, mert annyi helyünk van, mint az állat, tehát itt még rengeteg minden elfér. Nem hiszem, hogy már is probléma lenne a helyjel. Úgyhogy egyet ide ki tudunk rakni. Itt közben ugye szépen rendezgethetjük a dolgokat. Az a szoknya, abból most nem fogyott. Na és akkor ugye ide három dolgot lehet majd, viszont én úgy gondoltam, hogy majd az újakat. Tehát hogyha a brand, itt van férfi, póló, nadrág, és ez is ilyen felső. Most igazándiból, ha nagyon akarunk úgy játszani, hogy kéne, akkor ide mondjuk inkább nadrágokat kéne rakni, meg szoknyát. Ugye a, ami felső, azt inkább mondjuk válfán kéne lógatni, és akkor az egy kicsit úgy hitelesebbnek tűnne, vagy tűnik, én szerintem. De aztán lehet, hogy mégis összehajtva is lehet tárolni dolgokat. Ezt szeretem, amikor jó sokat vásároltok. Csak még többet vásároljatok, mert... Ja, és akkor valamit ki kéne rakni a férfira. Mit szóltok hozzá, hogyha rakunk egy ilyet? Oké, meg rakunk rá egy nem. Jó, ezt vissza kell rakni. Hát most le fogok venni a polcra egy nadrágot. Le lehet venni a polcra egy nadrágot. Nem ezt akartam. Take from the shelf. De, kire jó lehet. Jobb klikkel. Na, felöltöztettük. Na és a csávókánk hogy legyen? Legyen rajta egy ilyen, a csajszín. Egy szoknya, meg legyen egy... meg egy ilyen felső. De, jó azért. Na, és már is, mondjuk egyébként szerintem senki nem fogja megnézni, de megnézik. Lehet, hogy ez úgy működik, hogy bejön, megnézi, és akkor, ha lát ilyet kirakva, akkor ha, nekem ilyen kell. Elképzelhető. Ez egyébként logikusnak tűnne. Oké. Ez az jó, sokat vásároljatok. Legyen meg ez a szint. Na. Oké. Mi van még itt? Ez kb. Le is fogyott szerintem. Rendben. Hát itt hagytak egyet, de ezt visszavisszük a helyére. Még mindig van áru egyébként bőven, úgyhogy hát kivéve a farmer, mert a farmert azt elvitték, mint az állat. Na, nézzük. Köszönjük szépen, többi vásárló. Gyerünk, gyerünk, pörgessétek, mindjárt megvan a... Nincs elég öltöző. Akkor kell venni még egy öltözőt, jó. Tehát akkor... Ez aztán bevásárolt azt a betyár mindenit. Megvan az ötös szint. Na, nézzük akkor. Új brand. 500-ba kerül. Nagyon jó. Mit kaptunk? Ezek voltak. Na, ez új. Ez egy férfi
ilyen szürke, fekete, fehér flanelingszerűség, női nadrág és női hálóing. Jó, és akkor nekünk, ami kell, az a férfi farmer, az fúra le van fogyva. Férfi farmer, az fúra le van fogyva. Szürke pulóverből van, a piros kell még. De várjunk elő, vegyük meg a bútort. Kell még egy ilyen. Jó, és akkor ugye ennél, akkor legyen úgy, hogy a nadrágok ott lesznek, tehát akkor az egy nadrág, az két nadrág, és akkor a többinek pedig kell még akasztó, tehát legalább két akasztó. Jó. Na, mi kell még? Jó, ezeket meg gyorsan szolgáljuk ki, mert még itt elégedetlenkedni fognak nekem. Oké. Jó, kell narancssárga, sárga. Színekre egyébként a legegyszerűbb kell ebből, kell a sárga, de szerintem ebből is rendelhetünk. Aztán, ja, és egyébként meg megint be kell zárni, úgyhogy ez már nem is fog ma megjönni, úgyhogy bezárunk következő nap, és akkor nézzük. Jó. Na, hatodik nap, megvan minden, mindenki elégedett volt, rengeteg pénzt kerestünk, csapassuk neki a melót ezerrel, egyébként gyorsan eltelnek itt a napok. Még gyorsan megnézem, hogy van-e itt, ami maradt, de nem maradt, jó, ebből tudunk feltölteni, azt hiszem kettő pulóver hiányzik, igen, jó. És akkor kell nekünk a rendelés. Azt hiszem nagyjából erre volt szükségünk, másra nem. Na, jöhetnek a bútorok, szépen össze vannak hányva. Ez egy akasztós. Igazándiból, hogy ide rakom a többi mellé, tehát tök mindegy. Igen. Ez egy öltöző. Ugye az öltözővel bajuk volt, mert hogy nem fértek el, és az is mindig tele volt a kettő. Ugye lesz egy harmadik, remélhetőleg elég lesz nekik, és akkor nézzük meg, hogy ez pedig a... Ez még egy akasztós, ez szerintem ide elfér így. Kb. Jó. Na, nézzük, mink van. Először is ezt fölrakjuk a helyére. Jó. Maradék az megy a földre. Akkor a meglévőket gyorsan fölszórjuk, és akkor utána a többit majd be kell úgyis árazni. Jó. Ez is megvan. Mi van még itt? Férfi farmer, és akkor arról volt szó, hogy a férfi farmert, a farmerokat átrakjuk ide. Ha már itt van a... De viszont ide meg nem akármennyit lehet rakni, nem csak ötöt. Alsó részre nem lehet. Take from the shelf, az elvevés. Hát, na jó, akkor ezt így ezen hülyén fog kinézni, de akkor oda. És ennek az ára egyébként megvan? Vagy itt árat nem is kell, csak ki kell pakolnunk. Ja nem, ezt itt kellett meghatározni majd, azt hiszem. Na, jöjjenek a... Miniszoknyák. Oké. Egy pár miniszoknya. És akkor... Mi van még itt? Ez a női farmer, igen. Ezt ugyan itt nem árulunk ezen a területen, de mindegy, oda rakjuk. Jöhet-e? Ez női flaneling, ugye? Lassan most már úgy kell majd rendezgetnem, hogy nem, ez férfi. Oké, ezt átpattintjuk oda. És akkor még van női felső, vagyis ez a hálóing, igen, jól van. Kapucnis pulcsi inkább, vagy mi ez? Na, nézzük meg, hogy semmi nem marad kint, ugye nem? Jó. Na, akkor... ez új. New price 35-25. Szerintem teljesen jó. Ennek van ára, ennek is, ennek is. Ennek még nincs. 58-75 jóvá hagyva. Ennek 47. 27 dollárt keresek egy olyan. Azért az nem rossz, hogy keresünk. Ez férfi volt, 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 volt. Ezek mind voltak. Tehát akkor igazándiból van mindenünk. Ugye? Mindennek van ára.
Ja, a férfi nadrágot azt egyébként oda föl tudjuk még dobálni, mert itt van hely. Nagyon jó. Hát akkor nyissunk meg. Nézzük, hogy mennyit fogunk ma keresni. Egyébként egyre több minden van itt a boltban, és majd meg kell úgy csinálnom, hogy legyen férfi meg női oldal, ne legyen összekeverve, mert habár mondjuk itt szépen látszik ugye, hogy gyakorlatilag a nőinél ugye itt rózsaszínnel van. Na, nézegeti, nézegeti. Lehet, hogy át kéne úgy alakítani, hogy ezt rárakjuk. Tehát így rakunk egy farmert rá, és akkor remélhetőleg azt meg fogja venni. Ja, ez jól van ott. Bár igazándiból mellé is rakhatjuk, tehát most akkor így legalább fullon van, és akkor kettő helyről tudják elvenni, amit el akarnak venni. Ú, rendelnem kell piros pólót, azt nagyon elvitték, vagyis sem. Valami már megint nincsen. De hát minden elérhetőt megvásároltam. Vagy esetleg ők azt szeretnék, hogy a még legújabbak is itt legyenek. Brand. 8-as szint. Női nadrág, női felső, női szoknya. Special design, level 7. A special designok meg onnantól lesznek elérhetőek majd, úgyhogy egyelőre nem is tudom, hogy jó, egy púcsi mehet föl. Itt hogy állunk? Abból kettőt ki lehet rakni. Az elfogyott. Női top felső egy. Szoknyából egy. Az mit keres a földön? Valaki ledobta. Azt mondta, ez neki nem tetszik. Nem, még mindig nem lehet kapni nálunk. Nagyon sajnálom, majd vásárolnak még eleget. És akkor lesz elegendő pénzünk ahhoz, hogy mindent is tudjunk megvenni, meg fölrakni a helyére. Jó. Ilyet még nem vett senki egyébként. Női farmert már vettek. De ízét még nem. Hát, igazándiból most ugye várnunk kell, hogy jöjjenek a vásárlók, aztán megnézzék és vegyék a dolgokat. Nem tudom egyébként tényleg, hogy megéri-e ezekre költeni, mert például most lehetne olyan dolgokat csinálni, hogy veszünk egy ugyanilyen setupot, és akkor átrakjuk mondjuk ide a üveges részre, mellé két olyan tartót, és akkor ugye két oldalán lesznek a mit tudom én, a nadrágok, középen meg a felsők, és akkor így lehetne, és mondjuk csak női cuccok. Csak ugye ezt akkor így ki kéne találni a dizájnt, hogy akkor most na, hogy legyen, mert azért ezt idő megcsinálni. Meg egyáltalán, hogy megéri-e? Tehát, hogy van-e értelme ezzel foglalkozni? Egyébként a legjobban annak örülnék, hogyha semmi nem lenne ugye a földön, tehát mindent föl lehetne pakolni rendesen az összes polcra. Egyébként jön a lóvé, bár mondjuk most elég sok árut kell holnap rendelni, mert ugye elég sok minden lefogyott, nincsen például, jó, még egy-két férfi farmer van, de az a piros főső az nagyon elfogyott, igazándiból a pulóver is mindjárt elfogy, ahogy nézem. Abból is kell rendelni, abból a rózsaszínből is kell rendelni, sőt, a női nadrág az úgy elfogyott, mint a szél, le fogják rángatni a próbababáról, eszembe jutott a neve, úristen! Próba baba. Na. Ezt szeretem. 4-et, 5-öt. Van női nadrág, csak már elvitték, bocsánat. Egyébként meg zárva vagyunk, úgyhogy viszont látásra. Majd holnap lehet próbálkozni. Jó. Köszönjük szépen. És akkor bezár a bazár. Egyébként 5-ös szint, tök szépen haladunk. Nézzük, mennyire lett az annyi. 4 vásárló nem volt elégedett. Vagyis nem találtak. Maguknak olyan terméket, amit kerestek. Most ezt nem tudom, hogy a lefogyás miatt, vagy egyéb dolgok miatt. Na, akkor először is fizessük be a számlát, mert biztos, hogy van. Így van.
Köszönjük szépen, és akkor még egy olyan setupot rendelünk, hogy először a bútor. Tehát akkor legyen egy ilyen középen, legyen két oldalt olyan, egy férfi. Ne, legyen mondjuk csak nő, jó? De akkor úgy, hogy egy férfi, egy női, mert akkor azt úgy tudni fogom, hogy akkor ide rakunk, oda rakunk, és akkor jó lesz, az ott lesz egy ilyen női részleg. Na, és akkor nézzük a nőiből, mi kell nekünk. Női farmer, az tuti. Ez annyira lefogyott, hogy erre óriási szükség lesz. Rendeljünk abból a lilából, a lila felsőből. Oké, az egyik oldalon ez lesz, és akkor a másik oldalra pedig rakjuk majd a mini szoknyát, meg a sárga felsőt, jó? Sárga felsőből rendelünk előre, azt én úgy érzem, hogy ezt nagyon fogják vinni. Jó. És akkor most a férfiből kell férfi farmer. Igen, azért a pénzre figyelni kell, meg kell ez a felső. Oké. Meg rendelünk pulóvert, jó? Mert a pulóver is már eléggé lefogyóban van. Én szerintem nagyjából ennyi. Most ilyen puffot, meg ilyesmit nem akarok rendelni. Mi ez? Speaker? Futós manökenek, vagyis próbabák. Jó, azt most nem veszünk. A speaker egyébként nem tudom, itt szerintem zene szólhat, meg ilyesmi, de egyelőre az sem. Az sem need. Na, viszont ezt az egészet itt szét kell szednünk. Először is le bombázzuk őket. És bár mondjuk ő maradhatott volna itt, na mindegy. Viszont őt le kell vetkőztetnünk, mert ő itt ugye megy a másik oldalra. És akkor először is van itt egy ilyenünk, ez egy női bábú, lerakjuk. Ez az egyik oldalra megy. Ez lesz majd középen. Ez kb. Ugye egyébként be is kéne rakni valahogy úgy nagyjából középre. Ja, de várj, mert hozzá kell férni. Akkor viszont így kell rakni, hogy hozzáférjenek. Hát most ezt nem tudom, hogy pontosan középen van-e, de remélhetőleg igen. Na és akkor egy kedves hölgy, még egy kedves hölgy, csak pont úgy állja, hogy a másik, azt hiszem talán így. Ez már sok. Jó, legyen így. Oké, és akkor lesz egy még egy ilyen. Ezt így kb. Nem tudom, ide rakjuk. És akkor ezt pedig így ugyancsak ide. Remélhetőleg minden el fog férni. Jó, és akkor van még egy férfi bábunk, amit Mistert azt Mistert azt ide rakjuk. Körülbelül. Jó. Oké. Női nadrág. Akkor legyen úgy, hogy női nadrág. Oké. Azt majd onnan elrakom. Akkor van egy szoknyát nem rendeltünk. Akkor ehhez itt lesznek, és akkor innen pedig elveszik a szoknyákat és rárakjuk. Úgy, és akkor itt lesznek a szoknyák. Jó? Oké, és akkor kell még neki egy felső. Melyik felsőt ezt rendeltük neki, ugye? Ha jól emlékszem. Igen. Oké. Jó. Ezt egyelőre lerakjuk ide, majd elpakoljuk. És akkor... Ilyet a férfi részleg.
ezzel lesz egy ilyen felső, és akkor nézzük meg, hogy kicseréli-e, de kicseréli jól van. Egyelőre ide. Értelemszerűen nadrág az egy van a férfiaknak. Viszont van felsőből ugye a pulóver, ami mehet ide, és akkor az pedig ide. Nagyon jó. És akkor mi ez még, ami itt kint van? Férfi gatya. Jó. Ez ugyancsak itt volt. Egyébként férfi nadrágot még ugye itt is lehet kapni. Ez egy férfi. Jó, az oda pont nem. Ő odafér. Ő odafér. Jó. Ez még itt mi? Pullover. Ez is még fér ide egy pár darab. Na hát egyelőre mondjuk úgy, hogy nagyjából így néz ki a setupunk. Ez micsoda? Ez szoknya. Ja, fullon van. Jó, akkor ott is szoknya lesz. Na, nagyon remélem egyébként, hogy ez így nagyjából megfelelő lesz. Aztán majd meglátjuk. Az nadrág, az mehet ide hozzá. Úgyni. Jó, nyissunk ki, nézzük. Ez az új setup egyébként szerintem, hát nem mondom, hogy sokkal jobb, de elméletileg egy kicsit dizájnosabb. Tehát aki például akkor ide bejön, itt ugye alapból meglátja a férfi ruhákat, ezeket viheti, itt megvannak a női ruhák, ugye, akkor felső, miniszoknya, nadrág, lila felső. Jó, itt is vannak, de nem tudom, hogyha nem ez, akkor mi értelme van egyébként itt a mindenféle bábuknak, meg na. Most egyébként a legjobb az, hogy magammal kiszúrtam, ugye, mert millió egy helyre vihetem a dolgokat, ez pont, hogy nem, mert az lefogyott. De aztán majd egyszer az ember kialakít egy ilyen rendszert magának, ami jó lesz, és akkor onnantól kezdve már tudni fogja. Egészen addig, amíg nem jönnek meg a következő termékek, mert amint a következő termékek megjönnek, onnantól kezdve még nagyobb gáz lesz. De egyelőre egészen jól állunk, úgyhogy majdnem mindenünk van, storage box. Na, végre storage box, 6-os szinten lehet venni storage boxot, meg storage shelfet, viszont azt meg kéne venni valahol a... hol is volt? Itt, nem? Warehouse area. Tehát szerintem itt kell venni, nem tudom, hogy hol lesz egyébként, csókolom. Köszönjük szépen, tehát valahol lesz itt egy olyan raktár, ahova ugye a ki nem pakolt árut be lehet pakolni. Egyébként magát a helyiséget nincs értelme bővíteni, rengeteg hely van még. Nem tudom, hogy itt lesz vajon a raktár? Aha, ez tűnik a raktárnak. És akkor ott össze van kötve a... Itt átütjük a falat, és akkor annyi. Aha, jó. Legalábbis egyelőre úgy néz ki. A lóvéval egyébként, ahogy nézem, egyelőre semmiféle probléma nincsen, meg nem is lesz, mert nagyon szépen. Nagyon szépen jön a lóvé. Elég jókat kaszálunk itt a dolgokon. Elég nagy a bevételünk. Női ízét nem nagyon viszik. Farmert. Azon kívül szinte minden fogy, mint az állat. Viszont meg nagyon szétszórni sincs értelme a dolgokat, mert nem fogom átlátni, hogy mi merre van, és akkor meg ugye nem fogom tudni, hogy mit kéne rendelni. Úgyhogy majd itt valami... De egyébként... Első körben biztos az a legegyszerűbb, hogy szétszedjük, hogy férfi meg női, és akkor ugye itt tudni fogjuk, hogy melyik oldal mit fogunk találni. Aztán később már lehet, hogy ilyen alsó-felső, szabadidőruha, meg mit tudom én, rövidújú, hosszújú. Tehát millió egyféle dolgot lehet majd, meg ahogy nézegettem, ugye itt a brendeknél millió egyféle van, de még itt a special designoknál is még biztos, hogy lesz valamit, akármi kiegészítők is lehetnek, én nem tudom, mi van még benne a játékban, de azt tuti, hogy lesz még sok minden, amit tudunk majd árulni. $270. Rengeteg, rengeteg pénzt keresünk, nagyon jó. Na, szoknyát, igen, azt akkor legalább elfogyott, ebből is egy pá... Ja, nem, ez nadrág. De kettőt elvittek, jó van. Azért az is jó, szépen fogyogat. Igazság szerint mindent, amit eladunk. Na, hát van egy-kettő, amit viszont nem vittek, azt vissza kell raknunk a helyére.
Tehát az mindig így van, no probléma. Ó, szép! $223, köszönöm szépen. Egyébként mindjárt be fogunk zárni. Szépen be fog zárni a boltocska, és akkor... Ezeket meg nem tudom, majd úgyis lesz nem sokára új. Egyébként a 6-os szint megvan. Úgyhogy meg fogjuk tudni venni majd a... Hol is volt itt store? Itt warehouse. 750-ért megveszik majd azt a kis raktárat, és egyébként bezárjuk a boltot, mert szerintem most már ma úgysem fog jönni senki. Még aki itt bent van, ez a két vásárló, az elköltheti a maradék összes pénzét, ami van nála, és akkor megveszik majd következő napon a raktárat, meg ugye föl kell tölteni a készletet, mert igazándiból majdnem mindent elvittek és leraboltak. Viszont elég sokat is kerestünk, hál' Istennek, úgyhogy azért ilyen 200 dolláros vásárlásokkal azért az úgy szépen megy fölfele, és még ide cammog az utolsó vásárló szépen lassacskán, és el fogja itt mondani nekünk, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6 tétel $247. Köszönjük szépen, viszont látásra, ajtó becsuk, pápá. Na, jól van, hát akkor megvoltunk a 8. nappal is, és mindenki elégedett volt, rengeteg pénzt kerestünk, úgyhogy egyelőre szerintem ideig is jutottunk, és akkor a legközelebbi részben pedig majd bővítjük a boltot. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!